Én nem tudtam, hogy a szegény embereket is eléri az az úri nyavaja, mint a depresszió. Így járt Bandim is, mikor kirúgták a munkahelyéről. Na de a fiatalok tudományos alapon szedtek neki a mezen gyógyfüveket, osztasztott, megfőztük. A túl meg olyan okos lett, hogy rögtön megnyert egy televíziós vetélkedőt. Itt a postás! Na végre! Jó napot kívánok! Amó Andrásnak levelei. Nyugodtan ide adhatja nékem is, hát egy család vagyunk. Tessék! Na, a viszontlátásra! Viszontlátásra! Olyan izgatott vagyunk! Elég van innen, na! Na, vajon mi van benne? Olvasátok csak el! Szolibérre! Golfbérlet! Megyek apátokkal golfot. Szerény, mama. Mi menjünk inkább. A golfpályán sok jó hapsi van. Pénzesek. Szomszédasszony, teszek magának egy gesztust. Ha rendbe szedi magát, eljöhet vélem. Maga látott már ilyen szoláriumok? Nem is egyszer. Nincs nálam szatyor. Olyan vörös lett a combom, hogy nem ismertek rá. Hát nem segített senki se? Hát van, akinek örökké puci marad. Ne üdítsen meg! Tessék a műkész! Újabb hasznos kéz a családban! Ideális átvakaró! Vegyek golfbéletet! Munkoltán irány a golfpálya! Van itt kiszolgálás. Amióta itt ülünk. Látta ezt, szomszédasszony? Én nem tudom, milyen világban élünk. Régen a boltosok köttenyben voltam. Vörtelmes. Mikor maga volt, maga is így levetkezett? Mit képzel? Hát akkor hogy égett le a combja? Úgy. Szoknyán keresztül égett le a combja, mi? Ahogy mondja. Hogy az ura meg se ismerte? Rosszul lát. Jó napot kívánok, mindkettőjüknek lesz. Ó, csak én nyertem. Akkor engem miért hívott? Nem, maga egy tapasztalt asszony. Jöhetnek mind a ketten. Fáradjanak utánam és vetkőzzenek le. Én le nem vetkőzök, nincs nékem melegem egy csepp sem. Hallott. Ha valamire szükségük van, szóljanak. Tessék. Hogy viszem én ezt haza? Rendeljen taxit. Zöldül meg az irítségtől, mi? Hát mikor lesz magának ilyen ágya? Kinek kell ilyen kokos? Én straubálom. Nekem nem is kéne ilyen sárga! Segítsék, Barbikám! Ugyan! Sondom, igen!